Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával. És a héten Kemenes Szabit látjuk vendégül, méghozzá nagy szeretettel látjuk újra vendégül, mert elég rég volt nálunk. És ha már a múlt héten Tibi visszahozta a kvíz kérdést, akkor legyen most is egy kvíz kérdés, Szabi, illetve mind a kettőtöknek szól. Spanyol edzők a Bundesligában. Igen izgalmas kérdés, Xabi Alonsoval van egy újabb. Az volna a kérdésem, hogy tudjátok-e, vagy próbáljátok meg minél több spanyol edzőt felsorolni a Bundesliga történetéből. Hány van szerintetek összesen? Hát nagyon sok szerintem nincs, én Guardiolát kapásból mondanám. Szabi, a többit rád hagyom. Köszönöm. Tudom, ez tényleg egy jó kérdés. Nem, szabad a gazda, kíváncsi vagyok. Na akkor, a fő téma után majd ezzel folytatjuk. Mert hogy Bundesligával kezdünk, ez egy izgalmas kérdés szerintem, hogy mi újság a Bundesligában. Egy szomorú hírt kaptunk, ugye, és hát nyilván ez neked is abszolút témába és profilba vág. Gulácsi Péter megsérült, és keresztszalagszakadás szenvedett, ami azt hiszem, hogy egyrészt kevésbé gyakori a kapusoknál, tehát azért azt ritkában látjuk, hogy egy kapus keresztszalagszakadást szenvedjen, másrészt pedig nyilván más jellegű felépülést is igényel, és más jellegű az, hogy egy kapus feldolgozza ezt a sérülést, nem? Igen, és mindenfajta okoskodás nélkül ugye ezen én is átmentem ezen a keresztszalagos történeten, ráadásul ugye a Bogdán Ádi barátom is pont egy nem ugyanilyen, de kísértetietesen, ezt majdnem sikerült kimondanom ezt a szót, hasonló szituációban sérült meg. Egy ilyen hazapaszt követően próbálta megjátszani a labdát, és nagyon hasonló volt a szitu, mint most a Péternél. Van egyfelől könnyebb része is kapusként felépülni ebből, meg van egyfelől nyilván nehezebb része is, mert ugye elvileg annyit nem forogsz, nem 360 fokba történik a játék, kicsit limitáltabb a mozgástartomány, amit ugye a kapuban kell végezned, mint a mezőnyben. Viszont ugye az elrugaszkodások, kitámasztások, megindulások azért az ott is, a kapuban is megvan. Bár mondjuk én nem aggódom, hogy a Péter nincs jó kezekben, és nem fog ebből visszatérni, de az biztos, hogy abból a szempontból talán az egyik legaljasabb sérülés, hogy borzasztó hosszú a felépülése. Tehát ugye ez még egy pár évvel ezelőtt divatos volt, ilyenkor azt mondani, hogy fél év, hát ez ma már nem, ma már ilyen 8-10-12 hónap környékére lövik be a visszatérést. Úgyhogy egyszerűen nincs olyan pontja egy karriernek, amikor ez valaha jól jön, annyira hosszú a kihagyás, de én bízok benne, és biztos vagyok benne, hogy a Péter erősen fog ebből kijönni. Lehet, hogy a felvetés se teljesen jó és jogos, de nem egyszerűbb egy kapusnak ezt feldolgozni, aki egyébként is többet tréningezik egyénileg, mert ugye itt a rehabilitáció az egy viszonylag magányos dolog, amit például egy mezőnyjátékos lehet, hogy egy kicsit nehezebben kezel. Hát a saját példámból tudom, hogy amikor megtörtént a sérülés, akkor olyan szintű teljes elkeseredés volt, hogy én nem is küldtetem meg én nem állok neki ennek az egésznek, és akinek ebben volt tapasztalata, mondta, hogy nyugi, annyira látványosan, dinamikusan, hogy gyorsan fogsz javulni, hogy észre sem fogod venni ezt a sok időt, ami eltelik, és ez valóban így volt. Tehát, hogy örül az ember, hogy mindig egy picivel többet tud már csinálni, egy picivel elősebb a combja, egy picivel több mozgást tud elvégezni, stb. És tényleg nagyon hamar lepörgött ez a rehabos időszak. Egy nagyon nehéz időszaka van ennek, különösen nehéz időszaka van ennek, amikor már magadtól úgy érzed, hogy menne, és már jól vagyok, és engedjetek, és hadd csináljam, és még nem lehet, még nem szabad, még kell egy kis idő neki. Hiába érzed úgy, a valóság az még nem az. Az nem egy egyszerű időszak, de mondom, a Péter profizmusát, mentalitását, hozzáállását, fejét ismerve ugyanolyan állapotba fog visszatérni, mint ahogy az a sérülés előtt volt. Hiszen én azt gondolom, a Péternek az egyik legnagyobb erőssége a mentalitása és a feje, tehát az a profizmus, amivel ő áll ez a dologhoz. Éppen ebből adódóan én azt gondolom, hogy ez tökéletesen meg fogja oldani ezt a rehabot, és vissza fog térni egészségesen. Az egy dolog, hogy ő megoldja, ilyenkor a másik nagy kérdés nyilván az, hogy aki a helyére kerül, jelen esetben egy új igazolás, mert egy Nylandot hoztál nagyon gyorsan a Leipzig, kellett egy alternatíva, egy csere Gulácsi helyére, szóval, hogy vele hogyan tudják leosztani majd a szerepeket. Azért az azt hiszem jelzésértékű, hogy kellett egyet igazolnia a Leipzignek, tehát az adott keretben, a korábbi keretben nem volt olyan kapus, akit alkalmasnak féltek volna erre a pótlásra.
Igen, azért ez egy érdekes dolog, hogy van egy kereted, és nem készülsz fel erre, hogy történhet bármi. És most ugye a létező legrosszabb forgatókönyv történt, de ez lehetett volna egy három meccses eltiltás, vagy egy egyszerű megbetegedés, ahol, mit tudom én, 2 hétre influenza miatt kiesel. Tehát nyilván ez egy nagyon hosszú periódus, amiről most beszélünk, de az, hogy a Lipcséje annyira nem volt felkészülve erre, hogy kvázi a világbajnoksági kihúzza, és majd a januári átigazolási időszakban kapus után nézzen, azért az tényleg egy érdekes dolog. Persze, ez mindig rizikó, hogy most vissza fogsz tudni kerülni, nem fogsz tudni visszakerülni, de én azt gondolom, hogy a Péternek azért van már egy olyan respektje ott Lipcsében, ami nem azon múlik, hogy most a rehab után, vagy a rehab közben mi fog történni esetleg más kapusokkal, tehát ő neki azért már van egy olyan múltja, ami alapján ő teljes nyugalommal végcsinálhatja a rehabot, és amikor ő végcsinálta, akkor első számoként fog visszatérni, meg fogja kapni a lehetőséget. Aztán persze az mindig kérdés, és ezt akartam még elmondani, ez egy fontos dolog, hogy az mindig kérdés, hogy hogyan tudsz visszaszállni a meccsekbe, de ami fontos, ugye például pont Salai Roli esetében lesz ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mentális tényezőket is fel kell dolgozni. Tehát, hogy nem az történt, hogy egy ütközésnél vagy egy bármilyen olyan szituációnál volt a sérülés, amiben később majd elgondolkozol, hogy nem biztos, hogy belemerek menni legközelebb ebbe a szituációba, hanem egy olyannál, ami kvázi teljesen abszurd szitu, most idézőjelbe veszem ezt az abszurd szituációt, amiből van meccsen, mit tudom én, egy kapus esetében is 40-50 darab, hogy passzolni kell egyet. Tehát, hogy ebből a szempontból kicsit szerencsésebb ez a rész, hogy nem olyan szituba van, ahol majd el kell kezdeni gondolkodni, hogy így belemerjek-e venni újra, kockáztassak-e újra. Ugye például a Roli esetében megint nagyon más egy ilyen sérülés után, hogy mész bele majd a fejpárbajokba, hogy mész bele ezekbe az ütközésekbe, hogy mész bele egy ilyen szituba, azt mentálisan is meg kell oldani. Itt ebből a szempontból kicsit könnyebb a helyzet, mert most egy passzon nincs mit megoldani mentálisan. Tehát azt tudod, hogy erős a combod, tudod, hogy bírja a térded, mert a rehabban fogsz passzolni még 4500-as, és rájössz, hogy minden működik, úgyhogy ebből a szempontból egy picit szerencsésebb ez a helyzet. Az abszolút. Úgyhogy mielőbbi felépülést és visszatérést kívánunk Gulácsi Péternek. Maradva a Bundesligánál, azért a hétvégén volt itt egy rangadó, egy klassziker, amelyen nem a szokásos végeredmény született. A Dortmund csodák csodájára kiegyenlített 2-0-ás hátrányból, ez is döbbenet. Ahogyan vannak itt még döbbenetes dolgok, számomra talán a legmeglepőbb az, hogy egy edző 1-0-ás előnyben a félidőben miért cserél 3-at? Igen, mondjuk ugye ez nyilván egy olyan dolog, ez valamit meg lehetné látni a pályán, és akkor nem, mi ugye kívülről csak azt látjuk, ami valójában megtörténik, az, hogy mi volt a terv, azzal ugye annyira nem vagyunk tisztában. És nyilvánvalóan valami olyasmi lehetett, amivel nem volt elégedett, és ezért belenyúlt ilyen szinten a meccsbe. Hogy ez jósült, nem, hát amikor már 2-0 volt a meccs, akkor mondhattuk, hogy na, hát ez egy zseniális húzás volt, minden rendben van. Aztán nyilván a vége az olyan lett, amilyen, de én azt gondolom, hogy egy ilyen csere mögött azért mindig van akár óvatosság, sérülés megelőzés, vagy egyszerűen nem úgy működött az eltervezett dolog az a vezetés ellenére, mint ahogy azt gondolta Nagelsmann. Mert hogy amúgy Alfonso Davies volt, aki sérülés miatt jött le, Stanisic helyére beáll, de rajta kívül két másik csere érkezett, és azt hiszem a legbeszédesebb a meccs végén Kahn reakciója volt, aki most már több mint 10 éve ott van a klub vezetésében, és általában higgadt tud maradni, általában nem mutatja ki az érzelmeit, hát most visszajött a kapuskán. Újra a kapuskánt láthattuk. Azért szerettük azt a bitust, amit ő tudott mutatni. Nem tudom ti, hogy látjátok, ez a Bayern egy nagyon érdekes történet most idén, és nem csak a Bayern, hanem van még jó pár csapat, akikről meg később is fogunk beszélgetni, hogy én személy szerint azt érzem, és nagyon érdekes volt, bár más portág, Tom Brady nyilatkozata, nem tudom, olvastátok el most tegnap előtt, amikor kérdezték arról, hogy lehetséges az, hogy 4 kör után rengeteg 2-2-vel álló csapat van az NFL-ben, és ő azt nyilatkozta, hogy egyszerűen azt látja, hogy gyengébb színvonalú mérkőzések vannak, és gyengébb színvonalú megoldások vannak a meccseken, mint általában szokott lenni. Tehát gyengébb csapatok vannak kvázi. És valahogy ugyanez az érzésem egy kicsit a Bayern-nel kapcsolatban is, meg majd beszélgetünk más csapatokról is, hogy egész egyszerűen most a minőség
az nem feltétlenül olyan, mint amihez hozzászoktunk sok-sok-sok-sok éven keresztül a Bayernnél. Hát a keretről beszélünk első körben, de sok helyen felvetődik az is, hogy mikor lesz Nagelsmannból tehetséges edzőből egy nagy edző. Tehát mikor lesz egy top csapatra elégséges edző, és azt hiszem, hogy ez is most már nem először került terítékre. Mi kell ahhoz, hogy Nagelsmannt komolyan vegyék? Nagelsmann, amikor a Bayernhez érkezett, akkor nekem személyesen az volt a benyomásom és a véleményem, hogy a Bayern Münchenhez nem egy ilyen edző való. És ez sem az edző személye ellen nem mondom, sem a csapat kultúrája ellen nem beszélvén, hanem egész egyszerűen a kettőt összeillesztve, hogyha azért megnézzük, hogy mikor szerepelt nagyon jól a Bayern München, akár Flick alatt például, akkor olyan edző irányítása alatt, aki egy végtelen egyszerűségében, emberségében tudta a keretet irányítani, és nem arról volt híres, hogy gigászi taktikai fondorlatokat kell bevetni ahhoz, hogy sikeres legyen a csapat. És hogyha visszamegyünk az időben, akkor azért Henkes alatt is ezt láttuk például, hogy nem erről volt szó, és azt is láttuk, hogy például Guardiola alatt, bár dominálták a német bajnokságot Európában, nem tudták megnyerni a BL-t, tehát hogy a Bayern München, én azt gondolom, egy olyan klub, ahol nem feltétlenül a szakmai innováció és az edzői zsenialitás az, ami fontos. Jó, de akkor Szabi, akkor miért nem működött Ancelotti a Bayernnél? Mert akkor ez alapján, amit mondasz, ő a tökéletes edző oda. Én is ezt gondoltam, csak ugye utólag kiderültek ott dolgok, hogy Ancelotti képtelen volt azzal a fajta rendszerrel együtt dolgozni, ahol egy egész ilyen board ül a feje fölött, és ugye Rummenigéstől, Beckenbauerestől, mindenestől másfajta irányvonalban képzelik el a futballt, és máshogy gondolkoznak, mint ahogy Ancelotti gondolkozott, és a vége az már szabályszerűen szabotázs lett ugye az olasz mester részéről abban az időszakban. Én azt gondolom, az egész egyszerűen személyi konfliktusokra volt visszavezethető, hogy egyszerűen nem működött a vezetőséggel együtt a kémia Ancelotti részéről. De mondom, például Flicknél ugye pontosan azt láttuk, hogy tényleg nem azt láttad, hogy úristen, micsoda edzői húzások, és váó, és most tényleg megreformálta a futballt, nem, hanem egész egyszerűen arról volt szó, hogy az öltözőt annyira, de annyira jól kezelte, és hagyta focizni ezeket a srácokat, mint ami Ancelotti esetében most történik a Real Madridnál. Ott sem látsz fondorlatot, egész egyszerűen az történik, hogy zseniálisan van kezelve a keret, elképesztően magabiztosan, önbizalommal telve futballoznak a srácok, egy nagyon egyszerűen követhető taktika mentén, és annyira zseniális labdarúgók, hogy mindent megnyernek. És ugye olyan önbizalmat áraszt Ancelotti a kispadról, hogy mindent megnyer a csapata. Tehát ott meg például működik Ancelottinak ez a varázsa. És Nagelsmannnal kapcsolatban nekem már az elején is ez volt egy picit az érzésem, hogy szerintem ő nem fogja tudni kiélni magát a Bayernnél. Mert egész egyszerűen az ő innovációs zsenialitása az olyan csapatokhoz illik szerintem nagyon jól, ahol szükség van valami fondorlatra, varázslatra, hogy eredmény legyen. A Bayernnél arra van szükség, hogy emberileg jól menedzseld az öltözőt, és az eredmény jönni fog. Hát azt is mondják vele kapcsolatban, azt hiszem leginkább, hogy az öltözőt nem úgy kezeli, nem kommunikál annyit a játékosokkal, mint amennyit kellene. Jó kérdés ez, hogy mennyit tanult, mennyi volt a hasznos tanulópénz abból, amit ő eltöltött akár a Hoffenheimnél, akár a Leipzignél. Viszont van egy másik edző, akivel kapcsolatban a quiz kérdést is föltettem. Hát bocs, mielőtt megválaszolod, még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, mert azért van most már bőven személyes tapasztalatot is Szabi ezzel a témával kapcsolatban. Ha ugye előbb nagyjából besoroltad kettő kategóriába az edzőket, nyilván rengeteg árnyalata van ennek, vannak az innovatív egyébként, állandóan ötletelő edzők, akik mindig, ahogyan itt említetted, a kapus már érjen fölfejelni a szögletnél, meg vannak, akik mondjuk a posztjukon szeretik játszatni a játékosokat, és azt akarják, hogy mindenki jól érezze magát. Most itt akkor, hogyha a spektrum két szélét nézzük, akkor tényleg Ancelotti, illetve Nagelsmann szerintem egészen kiváló példa. Az a kérdés, hogy a kettő között van-e átjárás? Tehát te mondhatod-e azt innovatív edzőként, hogy itt egyszerűen nem erre van szükség. Itt arra van szükség, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki boldog legyen az öltözőben, és legyen csak kettő vagy három olyan taktika, mi húzás, amit mindenkinek ismernie, értenie kell, vagy ha valaki úgy gondolkodik, mint Nagelsmann, akkor képtelenség kibújni a bőréből. Szerintem ez inkább személyiségfüggő.
Tehát, hogy Ancelottinak azt a személyiségét nem tudod megtanulni, amivel ő ott gyakorlatilag csámcsog az oldalvonal mellett, és ránézel, és a kedvenc példám az a Paris Saint-Germain elleni bajnokok ligája mérkőzés, amikor 3 perccel a vége előtt kiesésre állnak, és ránézel a palira az oldalvonalnál, és így 20-as púzussal, hát jó, akkor most cserélek 2-t, hát ha nyerünk, és nyertünk, hát jó, tök jó. Tudod, tehát ezt a személyiséget nem tudod megtanulni, ez egyszerűen árad belőle. Nagelsmannnak szerintem teljesen más személyisége van, mint Ancelottinak. Volt szerencsém beszélgetni elég magasan jegyzett klubokkal, alkalmazottaival, edzőkkel, ahol mindig az hangzott el, hogy gyakorlatilag egy edző kiválasztásánál, akár utánpótlásban, akár felnőtt szinten, a személyiségjegyek a létező legfontosabbak. És akkor, amikor kértem egy ilyen felsorást, hogy jó, de mégis mi alapján választottuk ki edzőt, akkor gyakorlatilag a 10. pont sem volt még szakmai. És akkor kérdeztem, hogy jó, de mondjuk szakmai, és akkor azt mondták, hogy figyelj, szakmailag ezen a szinten már mindenki tud mindent. Tehát ezen a szinten már nem ezen múlik, hogy most a Lopetegi jó edző, mert tudja a 4-4-2-t, a Mourinho meg nem, mert ő csak a 3-5-2-t tudja. Tehát erről már szó sincs ezekről a dolgokról. Itt már ténylegesen csoportdinamikáról, személyes menedzsmentről, ugye ez, hogy nagyon sokat kell beszélgetni. Flick erről volt híres, hogy éjjel-nappal beszélgetett a játékosaival, ugye például. Tehát, hogy ezt kell nagyon eltalálni, hogy ebben már nem fondorlat meg varázslat van, hogy most gondoljatok bele egy mérkőzésen, ott van a vezetőedző a pálya szélén. Eleve síkból viszonylag keveset látsz ugye a meccsből, benne vagy érzelmileg, például egy Simeone, stb. Ezért ül a kispadon 2-3 pályaedző, plusz ugye fönn a lelátón ülnek az elemzők, akik valós időben tudnak küldeni most már képeket, ugye látjuk, hogy ott az iPad-ekkel ülnek a pályaedzők a kispadon, valós időben érdemi elemzéseket küldenek, hogy figyelj, ez is ez a zónája a pályának, kiaknázatlan, ott tudunk bontani, nem tudom, a jobb oldalon tök jól tudunk egy az egyben játszani, nem, a védekezésben túltöltik a bal oldalt, meg kell oldani ezt abban a pillanatban. Tehát, hogy itt már nem feltétlenül a vezetőedző szakmai zsenialitása az, ami dominál ezen a szinten, hanem sokkal inkább az, hogy a te személyiségedet el tudod-e fogadtatni egy-egy öltözön belül. És amikor ugye erről beszélgetünk, akkor kell, hogy legyen a kérdésekre a válasz, kell, hogy legyen köztes út Nagelsmann és Ancelotti között, kell, hogy legyen, mint ahogy kell, hogy legyen köztes út. Én azt gondolom, mondjuk a Lipcse egy tök jó választás volt a Nagelsmann számára, tehát arra gondoltam, hogy legyen köztes út klubok között is edzők számára, hogy pont ezen gondolkodtam, amikor ugye mondta Tibi, hogy beszélgessünk, hogy mi a siker, hogy a sikernek a definíciója, és hogyha azt veszük sikernek, hogy ki nyer bajnokságot, akkor gyakorlatilag minden évben egyetlen egy edző sikeres csak egy adott országban. És azért hát mennyi edzőről beszélünk? Vannak vezetőedzők, vannak pályaedzők, az utánpótlás edzők, akik ugye készítik fel a srácokat a felnőtt futballra, stb. Tehát akkor gyakorlatilag mondjuk Németországban levő, mit tudom, 100 000 edzőből egyetlen egy sikeres a szezonban? Én azt nem gondolom. Tehát, hogy a sikert lehet nagyon sok mindenben mérni, meg kell is nagyon sok mindenben mérni, és ezt kell, csak ezt kell jól eltalálni, hogy hol a helyed, mihez vagy jó, mihez tudsz igazán azonos, mivel tudsz igazán azonosulni, mi az a feladat, mi az az a szerepkör, amit te be tudsz tölteni jól, és az plusz tud hozzáadni a csapat életéhez, és ebben vannak az a kételjeim, így ebben a Nagelsmann-Bayern házasságban, csak hát Nagelsmann-ként mikor mondasz nemet egy Bayern ajánlatra, meg egy felkérésre, soha. És akkor már nagyon vártam, hogy megválaszolhassam a kvízkérdést. A Bundesliga történetében 2 spanyol edző volt, van összesen, Xavi Alonso a második. Ja, hát jó. Tehát Pep Guardiola után, hogyha Gerardo Seoane... Akkor felsoroltunk mindenkit, Szabi. Így van. Igen, nagyon jók voltunk. Hogyha Seoane-t nem számítjuk, mert neki van spanyol állampolgársága is, akkor 2 vannak összesen, ami nagyon durva, de hogyha már beszéltünk kapus témáról, akkor neked ez nyilván a másik profilba vágó dolog, hiszen Xabi Alonso is egy olyan pályája valahol elején járó edző, akinek ilyenkor nagyon fontos döntéseket kell meghozni, hogy mikor lát egy olyan projektet, amiben ő úgy tud beállni, hogy az már egy nagyon komoly kihívás. Ugye legutóbb, sőt eddig szinte csak a Real Sociedad B csapatát irányította, és most Németországban látott meg egy ilyen projektet. Egy dolog, hogy játszott ő Németországban a Bayernnél, de azért mégiscsak az egy nagy ugrás, hogy valaki Spanyolországból, a Real Sociedadból
a Leverkusennél lássa meg a lehetőséget. Itt, mielőtt még válaszolsz, Szabi, kettő dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a Bayernnél akkor sem és most sem tudomásom szerint nem volt szempont az, hogy beszéljen valaki németül. Xabi Alonso sem tanult meg, tehát ő angolul egészen kiválóan beszél, de a német nyelv az nem volt kötelező, az annak idején, amikor Lizarazúval találkoztam egyszer, aki laza 10 évet lehúzott a Bayernnél, egy hangot nem, tehát a köszönést nem tudta németül, azt mondta, hogy soha nem is volt elvárás a játékosok felé, hogy ezt megtanulja. Emiatt is érdekes. A másik, amit itt Doma is feszegetett, és szerintem ez talán a legérdekesebb szempont, hogy azért azt el kell mondani, hogy Xabi Alonsónak ugyan a tapasztalata nem nagy, de számos helyen, számos olyan projekttel már hírbe hozták, hogy akkor lehet, hogy majd itt vagy ott fog felbukkanni. Hogyha ezeknek az egynegyede igaz, akkor is elég komoly választási lehetőségei voltak Xabi Alonsónak, és igen, itt adódik a kérdés, hogy miért pont ez? Igen, ez valóban egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy elsősorban engem nagyon meglepett a dolog, mert ugye arra már láttunk példát pont Spanyolországban, hogy gyönyörűen építgetik az edzőiket a B-csapatoknál a klubok, és utána kapnak egy nagy projektet az első csapatnál. Ugye ez történt Zidánnal is, ez történt Guardiolával is például, és én 100%-ig meg voltam győződve, hogy nem véletlen ez a 3 szezon ott a Real Sociedad B-kispadján Xabi Alonsónak, és szépen ő be fog sétálni az első csapat ajtaján egy nap, és nem is egy nap, hanem mondjuk pont, hogy idén, és akkor szépen elkezdi a felnőtt karrierjét pont annál a klubnál, ahol építették őt 3 évig. És ebből a szempontból egy nagyon érdekes váltás ez a Leverkusen sztori, mert én teljes meggyőződéssel voltam, hogy ez ott fog bekövetkezni. Ami nagyon érdekes és nagyon fontos szerintem, hogy edzőként a kommunikáció, nincs más fegyvere, csak a kommunikáció. Tehát játékosként nagyon érdekes látni akár csak a gyerekeket, hogyha összeeresztesz ilyen nagy nemzetközi brigádot, és elkezdenek focizni, akkor a futball kommunikál helyettük. Tehát ha egy szót nem értenek egymásból abból, amit mondanak, akkor is tök jól el vannak, mert a foci beszél helyettük. Edzőként nem tudsz máshoz nyúlni, mint a kommunikációhoz. Tehát vélhetőleg azért nem volt kritérium ez a német tudás, mert a keretben mindenki tud angolul. Vagy épp, hogy az angol a kritérium a keretben a Leverkusennél. Ez előfordul. Viszont ha nem tudod az adott kultúrát és az adott nyelvet, akkor biztosan el fogsz veszni a sűjesztőben, mert nem fogod érezni azokat a finomságokat, amikről beszéltük már emberi dolgokról, ugye Nagelsmann és Ancelotti esetében. Ha nem ismered az adott játékosok kultúráját, az adott ország kultúráját, vagy éppen azt, amilyen nemzetiségű játékosok alkotják túlnyomó részt a keretet, akkor lehet, hogy te olyan dolgokkal fogsz próbálkozni, amikkel abszolút falakba ütközöl. Mondok egyszerű példát, hogyha ha mondjuk délen dolgozik az ember, akkor ott nagyon gyakori az, hogy az időpontok azok nem annyira rögzülnek a játékosok agyában, hogy mondjuk 9-re kell jönni reggel, akkor a 9 óra 3 perc az teljesen szabványos, hogy akkor érkezel. Hogyha mondjuk Németországban dolgozol, akkor ugye egy-egy ilyen kihágás az megbocsáthatatlan bűn már szinte, ugye. Tehát, hogy nagyon kell ismerned a kultúrát, amiben csöppensz, és amit éppen gardírozni fogsz. Ugye, nyilván a Bundesliga azért elég nemzetközi ahhoz, hogy ne kelljen egyetlen egy nációra koncentrálnod ezt az ismeretedet, de az tény, az viszont egy óriási tény, hogy azért van egyfajta respektje ugye annak, hogy besétál az öltözőből a Xabi Alonso, hiszen azért nem kell bemutatkoznia. És ami nagyon fontos, ezt még annak idején, amikor a Milán az Zeedorfot kinevezte, ugye ott volt egy olyan időszak, amikor próbálkoztak régi játékosokkal vezetőedzőként a Milánnál, akkor... Nagyon jó ötletnek tűnt így utólag. Nagyon, zseniálisan bevált, igen. De az volt egy ilyen kritériumpont, és ez nekem akkor teljesen szöget ütött a fejembe, hogy egész egyszerűen ismerje azt a szintet, ahova a klubot akarjuk vinni. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és elárulhatom, szerintem ez nem egy nagy titok, de Hajnal Tomival beszélgetve, akivel a ProLicense-t együtt végezzük most, ő ugyanezt mondta el, hogy ő nekik egy edzőválasztásnál nagyon fontos az, hogy ismerje azt a szintet, ahova ők a klubot szeretnék vinni, és ez tök érthető, hiszen ha valahova tart egy klub, akkor két útja van, vagy együtt fejlődik mindenki, sportigazgató, vezetőedző, játékosok, tulajdonosok, de ez a rögösebb út, hiszen együtt fognak elkövetni hibákat, vagy van, aki már az adott társaságból ismeri azt az utat, ahova a klub tart,
Lásd például ugye jelenleg a Ferencvárosnál, ugye Csercseszó esetében nagyon jól ismeri a nemzetközi futballt. Xabi Alonso is, ha még csak játékosként is, de nagyon-nagyon jól ismeri a bajnokok ligáját, nagyon jól ismeri a nemzetközi futballt, a top futballt, pontosan tudja, hogy oda mi kell, a játékosok hogy gondolkodnak, óriási edzőkkel dolgozott együtt. Tehát ha ő ebből mind a jó tanulságokat vonta le, és ezt tudja transformálni edzőként a játékosai felé, tudja kommunikálni, akkor egy óriási nyereség egy ilyenfajta tapasztalattal rendelkező ember. De valójában az, hogy ez most mennyire lesz egy jövedelmező projekt, ez egy jó kérdés. Általában a legnagyobb probléma ott szokott lenni, amit én így látok itt nemzetközi, meg hazai futballban is, hogy nem feltétlenül érnek össze az ambíciók a valósággal. Tehát, hogyha a Leverkusen vezetősége olyan ambíciókat támaszt Xavi Alonso felé, amik a realitás talaján maradnak, akkor egy nagyon jó házasság lehet ebből. Hogyha most az a cél, hogy ebből a rossz rajtból te azonnal nyerjél bajnokok ligáját, meg bajnokságot, meg nem tudom micsodát, akkor ebből csalódás lesz mindenkinek. Tehát én azt gondolom, és ebben bízom, hogy Xavi Alonso és a Leverkusen úgy kötötték meg ezt az ügyletet, hogy nagyon tiszták a viszonyok, a feltételek, és ebben mindenki jól fogja magát érezni. Hát ha abból indulunk ki, hogy Xabi Alonso mennyire megfontolta ezt, ahogy Tibi is mondta, akkor biztos, hogy ez egy gyümölcsöző házasság lesz. Annyiban még csak hadd védjen meg Xabi Alonsot, hogy az első nyilatkozatát azt németül adta. Tehát abszolút tud ő németül, csak mondjuk a második felében, mikor úgy részletezni szerette volna a válaszát, akkor áttért így, szépen átúszott angolra a németből, úgyhogy ez... Sportcsaukban csak angolul volt. Beszélt egyébként, tehát a hétvégén ott is szerepelt. Abban jobban ki tudja fejezni magát, az egészen biztos. Akkor zárjuk le, én azt hiszem, Németországot, ezzel ugorjunk át Olaszországba, a Milán Juvéra, ahol ugye Milán győzelem született, Brahim Diaz bár szeretett volna Messire és Ronaldóra hasonlítani, amikor fölmutatta a mezét, egy kicsit gyűrött volt az a mez, de úgy hallom, hogy neked van egy mezed, amit te szebben föl tudsz mutatni. Igen. A Demir Patrik barátomnak köszönhetően ugye a Zalaegerszeg Milán meccsen, hát ugye azt tudni kell rólam, hogy én elég véres szájú Milán szurkoló vagyok, ugye Milán tetoválással, meg minden ilyesmivel. Tehát én nekem egyetlen egy kritériumom volt a Patrik felé, hogy mezt kell szereznie, tehát hogy teljesen mindegy, mi lesz az eredmény, meg hogy ő hogy teljesít, meg mit csinál. Egyébként mindig az a fontos, hogy ő hogy teljesít az etében, tehát szerencsére rendszeresen beszélünk, és nagyon jó a kapcsolatunk, de hogy mezt kell szereznie, anélkül nem térhet le a pályáról, az garantált volt, és a menyám ezzel tudott meglepni, amit most így nagyon köszönök neki ezúttal is, mert azért ez egy elég veretes erekje. Úgyhogy nem értem, hogy miért nem Töterusánum ezt akartál szerezni. Most az utóbbi időben ő véd. Igen, és egyébként meglepően jól. Tehát én azért az ő stílusát nem szeretem, és sose szerettem, de az a végtelen higgadtság, az a nyugalom, amit ő tud árasztani a kapuban, az nekem teljesen meggyőző, függetlenül attól, hogy mondjuk kapus technikában nem feltétlenül a kedvencem, vagy nem őt mondanám a legszebb mozgású kapusnak a topligákban, de az a higgadtság, az a nyugalom, amivel ő ezt az egészet csinálja, azért az nagyon fontos egyébként az egész védelemnek, az egész csapatnak, és ugye volt szó, hogy Gulácsinak nem volt megfelelő utánpótlása. Hát a szezon elején, vagy inkább a tavalyi szezon elején, ugye mert tavaly is kellett már beugrani a Teterusának többször is, én is azt mondtam, hogy úristen, hát itt, ez most így hogy lesz, hogyha menjánnal bármi történik, és hát úgy lett, hogy jól lett. Hát figyelsz, az előző szezon egyik kedvenc mondása számomra az, amit Csáki Csabi egyik gyakori vendégünk mondott azzal kapcsolatban, hogy az olasz bajnokságot az Inter és a román, vagy az Inter és a Milán román cserekapusainak közti különbség döntött különbség. El végül. Ugye ott Radura emlékezve a Bologna elleni igen. mérkőzésen. Hát azért ilyen szempontból Csiprián sokkal jobb. Sokkal, és mondom, az a nyugalom, amit ő áraszt a kapuban, az nagyon, nagyon, nagyon jól jön a Milánnak, függetlenül attól, hogy Menyán szerintem most nem lehet egy napon említeni vele. Tehát, hogy elképesztő szezonja volt a tavalyi is, az idei szezonja is egyszerűen brutális. Én sokkal jobban féltettem őt a szériától, mint amennyire végül kellett félteni. Zseniálisan illeszkedett a klubba egyből, és megkockáztatom, hogy a tavalyi szezon legjobbja volt a csapatban egyébként. Azt meg tudjuk fejteni egyébként, hogyha itt összehasonlítjuk a Chelsea elleni mérkőzésen mutatott teljesítménnyel, meg azzal, hogy mit csinált a Juventus a hétközi bajnokok ligája meccsen, hogy miből fakadhat vajon az az irdatlanul nagy különbség élességben,
és erőnlétben, ami a két csapat között az egész meccsen megfigyelhető volt. Mert itt a Juve ellen én azt éreztem, hogy egész egyszerűen a Milán leatletizálta az ellenfelét. Igen, abszolút, én is ezt éreztem. A Juventus, nem mondom, hogy kár, mert Milán szurkolóként nem mondom azért, hogy kár a Juventusért, de aggasztó. Tehát tavaly még voltak ilyen megvédési szándékaim, ilyen nagyon csúnyán mondva a Juventus és Allegri felé, hogy először stabilizálni kell a védekezést, mert most nincsenek olyan szintű támadók, hogy először stabilizálni, akkor majd abból lesz valami, és akkor ugye beigazolták Vlahovicot horrorpénzért, hogy akkor most majd akkor jobb lesz. Hát nem lett jobb, és csapatszinten nem jobb a Juventus, és nagyon érdekes, ami zajlik annál a klubnál most jelenleg. De a Milánra visszatérve, egyébként a Milánban az a zseniális, én azt gondolom, és megint ugyanoda térek vissza, hogy vezetőség, játékos keret, edző, hogy volt türelem Piolival, volt egyfajta irányvonal, hogy igen, Piolival meg tudjuk csinálni, és azért nem lehet azt mondani, hogy világverő kerete lenne a Milánnak. Én azt gondolom. Tehát, hogy nem tudjuk azt állítani, hogy fú, ez a Milán keret, fú, hát aztán ide nekem az oroszlánt is. Nagyon nem, és például a Chelsea ellen én pont ezt a minőségbeli különbséget éreztem. Hogy Olaszországban ezeken a mérkőzéseken tök jól eltüntette a Milán a minőségbeli különbséget, mert szerintem az Inter kerete is erősebb. A Juventus én már kérdőjelű, abban már nem vagyok biztos, hogy erősebb, de például egy Róma kerete is azért karcolgatja a Milánét, ha nem jobb nála a Nápolyé szintén. Tehát tavaly is például negyedik keretösszértékkel vágott neki a Milán a bajnokság, és úgy lett bajnok. Tehát ugye azért a számok is megmutatják ezt a fajta keretminőségbeli különbségeket. Én a Chelsea-ben azt éreztem, hogy egész egyszerűen nem egy kategória két csapat. Hát meg főleg úgy nem, hogyha Theo Hernández hiányzik, mert Bálo Touré nagyon-nagyon messze nem azt a szintet képviseli, mint ő, és ez nyilvánvalóan Rafael Leao teljesítményére is kihat, mert az egy oldalon játszva azért nagyon másképp néz ki ez a Milán, hogyha ő is ott van. A másik, aki szerintem említendő, ugye De Ketelaere kezdő volt a Chelsea ellen, hát szerencsém volt élőben látni, rettentően súlytalan volt, és az volt az érzés az embernek, mintha tényleg egy ifi játékost játszatának föl a felnőttek közé, aki még kicsit megszeppenve mozogott a világsztárok között. Ehhez képest, hogyha már itt Diazról beszéltünk, aki rengeteg kritikát kapott, főleg az előző szezon második felében nyújtott teljesítményéért, szerintem ő jobb választás volt a Juventus elleni mérkőzésre. Azt írta Horncastle, hogy De Ketelaere az új Kakából az új Johan Gorkyff lett. Kedves mondatok, igen. Nyilván nem, tovább is azt gondolom egyébként, hogy nagyon érdekes megfigyelni a Milánnak a törzsfejlődését az elmúlt pár évben, hogy tavaly ugye a Liverpool-al voltak egy csoportban, idén a Chelsea-vel, és valahogy a Premier League-et sosem tudod egybefésülni például a Serie A-val, még akkor sem, hogyha ugye a Milán a csoportban, az Inter pedig az egyenes kieséses szakaszban találkozott a Liverpool-al tavaly, és ugye mind a kettőből az angolok jöttek ki jobban, holott az Inter ellen már úgy érezhető volt némi paritás a két csapat között, hogy egész kicsi a különbség. Mégis én még azt érzem, hogy a Milánnak az organikus fejlődésben ez lesz majd a következő szint, hogy egy Chelsea-Liverpool szintű klubot meg tudjon közelíteni. Jelenleg szerintem ez nem valóságos, nem realitás, tehát egy-egy meccs, most ettől függetlenül lehet, hogy majd a visszavágón megverik a Chelsea-t, és hú, de jó, de a valóság az, hogy most még nem tartott szerintem a Milán, sem az Inter, mint egy Premier League top csapat, tehát az lesz a következő lépcsőfok, amit meg kell ugrani, ami nekem nagyon biztató, és nagyon tetszik, hogy milyen türelemmel építkezik a Milán. Vezetőségi szinten, sportigazgatói szinten, keret szinten, tehát hogy van egy tavaly, egy totálisan legyünk őszintén, egy teljesen szintelen szaktalan játékkal lett bajnok a Milán. Tehát leültél egy Milán meccset megnézni, és nem tudtad azt mondani, hogy bármi hajazna arra, hogy ez a csapat a bajnok. Nagyon stabilak voltak, kevés gólt kaptak, elől mindig volt egy-egy olyan megvillanó ember, aki megnyerte nekik a meccseket, menyen zseniális teljesítmény nyújtott a kapuban. Tehát volt egy ilyen össznépi jó teljesítmény a Milánnál, de nem tudtad azt mondani, hogy valami bomba dolog történne náluk. És ennek ellenére bajnokok lettek, ami nagyon nagy dolog, mert akkor képzeld el azt, hogyha itt jól eltalált igazolásokkal még tudod erősíteni a keretet, akkor sokkal nagyobbakat lehet majd álmodni. De most jelenleg én egyébként a mérkőzés alapján is azt éreztem a Juve ellen, hogy egyértelműen jobb csapat nyert. És ezt mondom, hogy ezt a szintet viszont már meglépte a Milán,
hogyha még nincs is a Premier League csapatok szintjén, de azt a szintet már meglépte, hogy Olaszországban kimondhatjuk azt, hogy egy Juve elleni 2-0-ás győzelem az egy megérdemelt siker. És erről beszélek, hogy azért az elmúlt évek nem így néztek ki a Milánnál. Tehát az elmúlt évek egy-egy Juve elleni győzelme az ilyen véletlenül kifutott eredmény volt, vagy egy Inter elleni győzelem. Most már nyugodtabban mondhatjuk azt, hogy azért ezek a győzelmek megérdemeltek a Milán részéről. Itt az olasz sajtónál teljesen egyértelmű volt a vélekedés a Juventus meccsen, hogy ezt Pioli nyerte meg Allegrivel szemben. Ugye, osztályozzák az edzőket is mind a három országos sportnapilapban. Például a La Gazzetta dello Sport 7-es osztályzatot adott Piolinak, ami azért egy igen szép és veretes szám, 4-est Allegrinek, tehát elég egyértelműen beáraszta a két edzőt. És hogyha itt most Allegrire áttérünk még egy pár mondat erejéig, akkor az az érdekes kontraszt szerintem, amit te is mondtál az előbb, hogy míg Piolinál azt látod, hogy az olasz bajnokságban minden játékos tudása legjavát nyújtja, mert Tonaliból olyat hozott ki, amit szerintem 2 évvel ezelőtt még te sem gondoltál volna, hogy képes kihozni. Benasserrel kapcsolatban nekem ugyanez a véleményem. Nálam egyébként élőben ő volt az, aki a legjobb teljesítményt nyújtotta, aki a leglabdabiztosabb volt, aki a legjobban ellen tudott állni annak a nyomásnak, ami a Chelsea játékosok részéről nehezedett rájuk. Míg ugye ezzel ellentétben a Juventusnál most már tényleg az látszik, hogy még az a Locatelli is képes visszafejlődni, aki egyébként alapember és nagyon jó játékos volt még az EB-t nyerő olasz csapatban is. Én ugyanezt látom, és ezt osztom a véleményedet maximálisan. Én azt gondolom, a Juve-nak ez a teljesen szintelen szaktalan játéka, ez nem alkalmas arra, hogy egyéneket megcsillagtasson, ilyen csúnyán fogalmazva. Tehát, hogy nagyon nehéz ebben a Juventusban most egyénként úgy igazán kirívót nyújtani, és nézzük meg Vlahovicsot például, hogy egy alacsonyabban jegyzett Fiorentinában tudott tündökölni, tehát elvileg befejező csatárként egy jobb csapatban, lásd Haaland a Cityben, egy jobb csapatban neked még jobban kellene tündökölni és ragyogni, hiszen alább játszik egy egész gépezet, hogy te 50 gólt rúgjál egy szezonban. És nem ez történik, egyáltalán nem ez történik, és ezek a nevek, akiket a Milánnál felsoroltál, azért nem sorolhatóak a top kategóriába, szerintem még Olaszországon belül sem. Tehát, hogyha felraknánk egy Serie A top 11-et, azért nagyon kevés Milán játékos tennénk bele szerintem. Tehát, hogyha most végignéznénk kaputól a center posztét, sokat. Akkor te... Hát én az összeset természetesen, de hogy ha mondjuk lennének olyan szakértők, akik racionálisan nézik az olasz labdarúgást, akkor lehet, hogy nem sokat raknának be, de például ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye, hogyha most ugyanezt levetíted a Manchester City-re, akkor onnan viszont mondjuk egy Premier League államcsapatban nyilván beválasztanál legalább 4-5 játékost. Jó, de bocs, Szabi, de ezt félig viccesen mondtam, de hogyha most végigmegyünk itt a neveken, Menyant már te is kiemelted. Szerintem ő most minden túlzás nélkül a legjobb Serie A kapus. Nálam Tomori az egyik legjobb védő, most itt nyilván lehet akkor Bremerről, meg másokról beszélni. Persze, ez már egy ilyen ízlés kérdése is egyébként. De ott van a felső polcon, hogyha most itt a Serie A szintet nézzük, feltétlenül. Nálam Tonali is, és hogyha innen nézzük, akkor Rafael Leao is. Tehát minden csapat részben azért van egy-egy olyan játékos. Teo Hernández. Igen, róla nem is megfeledkezve még. És akkor még ott vannak azok az emberek, akikről tényleg szintén nem gondoltad volna korábban, Calabriáról. Hát én Calabrián, amikor az első éveiben sírtam, amikor láttam a pályán őt. És ahhoz képest egy egészen kiváló jobb hátvéd lett belőle. Igen, de valószínűleg ez pont abból az egységességből adódik, hogy ezek a játékosok ki tudnak tündökölni, amit Pioli megteremtett. Én azt mondom neked, hogy Zlatán Ibrahimovic-sal együtt, az öltözön belül, és ugye Maldiniékkel egy szinten följebb a vezetőségi pozíciókban. Ez ennek az eredménye, és ennek a gyümölcse, hogy a Milán a Barcelonának tudott játékost adni, és most teljesen mindegy, hogy mennyit játszik, mennyit nem játszik, azért az elmúlt sok év tapasztalata nem az volt, hogy egy Barcelona az AC Milánból igazolt volna, még hogyha most visszamegyünk mondjuk a 2000-es évek közepére, vagy 90-es évek, akkor nyilván egyelő feltételekről beszélgettünk Barcelona meg Milán szinten. Az elmúlt évek azért nem erről szóltak, és ettől függetlenül azt gondolom például Leao az egyik legjobb példa, aki a legpiacképesebb játékosa lett a Milánnak, egy idézőjelbe ismeretlenségből feltörve, most már 100 millió euró környékén beszélnek róla, ami egyértelműen Pioli, illetve a Milán munkáját dicséri. Menyán, én azt gondolom szintén, egy francia bajnokságból leigazolván, most én azt mondom, hogy valószínűleg a Premier League csapatoknak több pénze lett volna őt elhozni és leigazolni, mégse szúrták ki, tehát ez megint a Milánnak
egy nagyon nagy eredménye, én azt gondolom. És amit te említettél, például Tomori, a Kalulu esete, azért eleinte, amikor ránéztünk az összeállításra, és Tomori, Kalulu, de jó lesz ez. És tényleg valóban nagyon kinőtték magukat, tehát fejlődik a csapat, és fejlődnek benne az egyének, ugye, olvastam egy nagyon jó mondást, hogy a csapat nem fejlődik, a csapatban levő egyének fejlődnek, és azáltal fejlődik a csapat, és ez tényleg nekem is nagyon tetszett, és ez abszolút igaz a Milánra, hogyha megnézzük, és abszolút nem igaz a Juvéra. És abszolút igaz a Nápolira is, nem? Ezt akartam mondani pont, hogy sikerül megverni az Intert, sikerül megverni a Juventust, minden szép és jó a Milánnál, csak arról elfelejtkeznek, hogy ott van a... Három Nápoli. Pontos hátrányban van a Milán még így is, igen. Tehát... Egy veretlen Nápoli. Hát meg, bocs, tehát ez ami most pont hallgattam egy podcastot múlt hét közepén, amikor azt mondták, hogy az Ajax a Beck bajnokok ligájában soha nem kapott 4 gólnál többet, 6-ost rúgtak Amsterdamban. Egészen félelmetes az, amit a Napoli csinál. És az, amiről itt az előbb beszéltél, hogy hogyan fejlődnek az egyes játékosok, meg kiről mit gondoltál előzetesen, tehát hogy Kim Min-jae-ről, Kvaratskheliáról, ki a fene gondolta, Lobotkáról. Ki gondolta volna, hogy... Hát igen, tehát Lobotka most jelen pillanatban az egyik legjobb középpályása a szériának. Ez hogyan? Így van. Hogyan van? Ja, hát ugye a Nápolyról ugye már beszéltünk így érintőlegesen, hogy tavaly ők azért ugyanígy kezdtek. Jó, de egy egészen más kerettel. Ez tény. Tehát Mertenszel, Insignyével, Fabián Ruizzal, Koulibaly-val elvitték a gerincet gyakorlatilag. Ez így van. És hogy a viharba lehetett ezt így újjáépíteni, és ilyen hatékony játékra formálni? Én azt gondolom, hogy ebben Spallettinek gigászi szerepe van. Tehát, hogy itt viszont tényleg óriási szerepe van. És ahogy nézem Spalletti törzs fejlődését, az idővel egyre jobb és jobb és jobb dolgokat tud előhúzni a kalapból. Nekem nagyon tetszik, ahogy ő meccsel. Tehát, hogy nagyon érdekes, mert vannak edzők, akiket tök jól be tudsz kategorizálni. Ancelotti nyugodt, Simeone őrült, Klopp vehemens, nem tudom. Tehát így mindenkit így be tudsz így azonosítani. Arteta olyan, mint egy ilyen, nem tudom, jól fésült általános iskolás. Lego ember. Most nem megbántva. Lego ember, igen, de jó, és ezt most nem megbántva, de vannak karakterek, vannak, mit tud a házen, mit tud abban a borzasztó baseball sapkájában, olyan, mint egy kamionsofőr, és ugye zseniális személyekről, meg óriási edzőkről beszélgetünk, de mindenkinek megvan a maga karaktere, ugye mindenkinek megvan a maga jellegzetessége, és amikor Spallettiről beszélgetünk, talán ő az egyetlen olyan edző, aki mindent tud karakterben. Tehát tud vadállat lenni, amikor a meccs után kiállítják, tehát ennél nagyobb hülyeséget, ez ritkán csinál az ember, mint amikor a meccs után kiállítják, vagy meccs közben az oké, de hogy meccs után. Tud végtelenül professzorként bámulni a pályára, és tök jó döntéseket hozni. Néha, amikor bevágják meccs közben, olyan arcot vág, hogy mi is volt az ebéd, tejfölös csirke, és közben játszol a, nem tudom, az olimpikóban a Róma ellen, és azt látod rajta, hogy így bambulja maga előtt a füvet, és így egyáltalán nem érdekel, úgy tűnik, mintha nem érdekelni, mi történik, nyilván nem erről van szó, de hogy olyan széles palettán játszik az érzelmekkel, ezekkel az ilyen gegekkel, annyira széles skáláját mozgatja meg, amit szerintem egy edző sem. És vélhetőleg ebből az is adódik, hogy borzasztóan jól érzi azt, hogy a játékosoknak mire van szüksége. És ugye amikor például összeraksz egy csapatot, akkor nagyon fontos, hogy a taktika az alapvetőleg arra van, hogy a rendelkezésedre álló játékos állományból a létező legtöbbet kihozd. Ennyire van a taktika, semmi másra. És ő ezt most jelenleg megint nagyon jól érzi, hogy ebből a játékos állom, ennek a játékos állománynak milyen taktikai feladatokat, milyen játékstílust kell megvalósítani ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzák magukból, és ami nekem például nagyon tetszett, ugye Simeone gólja után, ahogy elsírta magát ugye a BL-ben, a Liverpool elleni gólja után, azért amikor a keretedben ilyen játékosok vannak, akiknek ennyit jelent, ennyit jelent egy gól, és nem azon múlt a meccs, mert ugye nem azon múlt a meccs, de ennyit jelent mégis egy gól, akkor edzőként borzasztó jó dolgod van. Mert az azt jelenti, hogy olyan palikkal vagy körbevéve, akik tényleg, ha kell, akkor fölássák neked a pályát, és mindent, de mindent megtesznek azért, hogy jó futballisták legyenek egyénileg, és onnantól van edzői feladat, hogy ezekből az egyéni ambíciókból gyúrjál egy jól működő csapatot, és ebben jelenleg úgy tűnik, hogy Spalletti elképesztően sokat érett és fejlődött
a hosszú-hosszú-hosszú évek alatt, és most én nagyon szurkolok neki egyébként, mert én most úgy érzem, hogy valami nagyon durranthat ő egyénileg is Na, mint akár egy ezüstérem is egyébként. összejöhet, vagy ennél komolyabb? Akár egy ezüstérem is összejöhet a Milán mögött. Igen, a tavalyi harmadik hely után. Úgyhogy, vagy mit tudom én, adjunk nekik egy olasz kupa győzelmet, vagy nem tudom, valamit, és akkor Azért mindenki békés. az Igen. embernek óhatatlanul is itt Ranieri meg Pioli is eszébe juthat. Tehát akit annyira lenéztek nagyon sokáig, sőt ma is szerintem sokan lenéznek, és ezt talán nem is jelzi jobban más, mint hogy Spalletti volt az, aki ugye 7-1-re kikapott Manchesterben a Róma edzőjeként, és most így rúgott egy hetest, és a meccs után rögtön erről kérdezték, hogy na milyen érzés most a másik oldalán lenni annak a bizonyos dolognak, és azért így mégiscsak más megvilágításba került ő is. Hogyne, hogyne, hogyne. Egyébként edzőként nem értékeled túl ezeket a sikereket, meg a kudarcokat sem, mert pontosan tudod, hogy ez 3 napról szól. Tehát, hogyha most nyersz Amsterdamba 6-1-re, de hétvégén kikapsz a Veronától, akkor már mindenki arról beszél, és nem a hatosodról, amit hétközben műveltél. Tehát igazából ezt edzőként pontosan tudod, hogy nem ezen múlik egy sikeres felkészítés, hogy most 6-1, vagy 4-1, vagy 1-0, vagy 0-1. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a sikernek, egy mérkőzés megnyerésének 4 faktora van. A saját játékot, az ellenfél játéka, a játékvezető és a szerencse. És ebből alapvetőleg a saját játékodat tudod egyedül befolyásolni. Nyilván tudsz hatni kicsit a a saját játékvezetőt is. Hát a játékvezetőt is nagyjából, de például abban nem nagyon tudsz mit csinálni, hogy például, nem tudom, de voltak megint olyan játékvezető ítéletek, még VAR-ral együtt is, ami így fogod a fejed, hogy így miért történik, meg még miért nem. Ugye edzőként ezzel nem tudsz mit kezdeni. Azzal sem, hogy most épp egy lövés befele vagy kifele pattan. Ha most befele pattan, akkor jó edző vagyok, ha meg kifele, akkor nem. Tehát, hogy nem ezen múlik alapjában véve. És azok a jó klubok, én azt látom, és azok a sikeres klubok azért, és ez fontos kiemelni, hogyha megnézzük azért az elmúlt években, javarészt azok a klubok voltak sikeresek, ahol a vezetőség nagyon stabil alapokat teremt meg egy-egy edzői stábnak, és hosszú távon hagyja őket dolgozni. Tehát azért most szerencsére jó pár ilyet fel tudunk sorolni, akár a Milánnál, akár a Citynél, akár a Liverpoolnál. Tehát, hogy hosszú távon gondolkodnak, és úgy is választanak, hogy igen, hosszú távon ez egy működtethető jó projekt lesz. Ehhez választják ki az edzőjüket, és én azt érzem, hogy most Spalletti megtalálása egy a Nápolynál, meg ez a játékos keret, ez most egy tök jól működő dolog. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen edzős adás lesz már most az Arsenal Liverpool kapcsán, és szerintem az edzők személye, vagy az edzők munkája az elsődleges, amit ki kell emelni. Ennek kapcsán először hallgassunk meg egy rövid részletet, egy kikerülő hanganyagot. Aubameyang beszél most a következő néhány másodpercben. To manage like big characters or big players, he can't deal with it. Doesn't have good people skills. He needs some young players. They don't say anything. Okay, he listens. Yeah. The young ones. Yeah. Röviden annyit mondott, hogy Arteta ugye nem tudja kezelni a nagy karaktereket. Artetának olyan emberek kellenek, olyan fiatal játékosok, akik vakon hisznek benne és mennek utána. Ilyen ember Arteta? Vajon ő sose tudna kezelni nagy karaktereket? Hát, hogyha az a nagy karakterség, hogy te késel edzésről és leszarod, ami a klub házi rendjében van, akkor nem is kell, hogy kezeljél nagy karaktereket. Tehát, hogy nekem azért ez mindig egy picit ilyen falsos, hogy Aubameyang magáról azt mondja, hogy nagy karakter vagyok. Szerintem nem akkor vagy nagy karakter, hogyha te mondjuk azt megengeded magadnak, amit egyébként mondjuk más nem enged meg, vagy nem lehet, és akkor utána ezt kikéred magadnak, hogy mi az, hogy ezért a klub megbüntet. Tehát ugye, aki látta ezt az Amazon Prime-os sorozatot az Arsenalról, ugye ott bár tökéletesen el van titkolva mindig a lényeg minden jelenetben, tehát hogy soha nem tudunk meg érdemben igazán semmit, de úgy az egészről azért ad egy képet, hogy ott mi történt ebben az Aubameyang sztoriban, és hogy azért volt fejvakarás a klubnál, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet. Ez klasszikus játékos nyilatkozat egyébként. Tehát ez pontosan egy olyan nyilatkozat, amikor életedben nem feleltél 50 emberért, mert ugye Premier League szinten azért már körülbelül 50 embert irányít a stáb, játékosok, stb. És azt mondod, hogy nem tud a nagy karakterekkel mit kezdeni. Én azt gondolom, hogyha majd Aubameyang egyszer átül a másik oldalra, akkor rájön, hogy mennyire rohadt nehéz egyébként egy-egy ilyen döntést meghozni, mert nem feltétlenül azt
csinálod, ami egyébként szíved szerint tennél, hanem azt csinálod, amit a legjobbnak tartasz a többi 49-el szemben, és a legfairebb eljárásnak tartasz a többi 49-el szemben. Ezt szerintem majd Aubameyang is meg fogja tudni, hogyha egyszer a másik székbe átül. Attól mentse meg minket az ég, hogy Aubameyang edző legyen. Oké, de mondjuk, mit tudom én, az etióp másodosztályban lehet, hogy ott embereket kell irányítani, vagy bármilyen helyen. De egyébként meg nagyon érdekes, mert ugye Ibra pont ugyanezt mondta Guardioláról, Arteta meg Guardiola tanítvány, de nem innen közelíteném meg, hanem sokkal inkább onnan közelíteném meg, hogy mitől vagyok nagy karakter. Tehát, hogy most akkor Pioli meg tudja kezelni a nagy karaktereket, amikor meg Zlatán felmérte, hogy igen, nekem most már nem kell minden meccsen játszanom, de borzasztó sokat tudok segíteni az öltözőben az edzőnek, akkor ezt csinálom. Akkor vagyok nagy karakter, nem akkor, ha állandóan rongálok, meg tönkreteszem a közösséget, meg állandóan azt akarom bizonygatni a csapattársaim előtt, hogy én kivételes vagyok, és én azt is megtehetem, amit te nem tehetsz meg. Tehát ez inkább seggfejség, mint karakterség, én azt gondolom. Úgyhogy én ezzel azért óvatosan bánnék. A másik fele meg miért baj az, ha Arteta a fiatalokat tudja jól kezelni? Tehát, hogy ez is olyan furcsa nekem egy kicsit, hogy ezt most miért negatív felhanggal mondja Aubameyang, holott ha egy edzőnek ez a karaktere, hogy fiatal, elképesztően ambiciózus, éhes, tehetséges gyerekekből tud egy brutál sikeres társaságot csinálni, akkor ez egy hiba pont. Szerintem ez egy óriási előny és érdem, és aki látta ezt a hétvégi Liverpool elleni meccset, az egy rosszot nem szólt erre az Arsenalra, akkor se a 13 fél év az átlag életkor. Előtted van egyébként az első gól, Szabi, hogy hogyan alakult az? Ugye itt arra szeretnék rákérdezni, hogy szerinted Alexander Arnold hibázott-e? Mert ugye volt egy olyan szituáció, aminél nem feltétlenül volt indokolt neki befelé mozognia és bezárnia, úgyhogy egyébként Ødegaard egészen zseniális labdával szolgálta ki a társát, de talán, hogyha ott egy kicsit jobban tartja Alexander Arnold a szélt, akkor nem lett volna ez ennyire hatékony. Én azt gondolom, ugye Alexander Arnold témája most már rendszeresen előkerül, ugye a brit sajtóban, nemzetközi sajtóban, mindenhol. Most már az, ugye Klopp is folyamatosan védi, hogy de ő nagyon jól védekezik, és ő baromi jól védekezik, és stb. Most már azért idén nem annyira könnyű őt megvédeni ebből a szempontból, de én azt gondolom, hogy egész egyszerűen a Liverpoolnak a teljes játék stílusa talán nem, de a minősége mindenképpen változott, és így, hogy sokkal nagyobb nyomás van a védekezésen, ezáltal sokkal inkább kijön Alexander Arnold hibapontja, gyengesége. Amíg ugye tavaly brutál domináns volt, hogy előtte a Liverpool, addig arról beszéltük, hogy milyen jó támadó egysége a Robertson, Trent Alexander Arnold két szélsővédő páros. Most, hogy idén kicsit döcög a szekér, és meg kéne úszni 1-0 egy meccset, meg kéne úszni 2-0, mint például egy Rangers elleni meccset, vagy valahogy döcögősen keresztül kéne menni az ellenfeleken, akkor ahhoz nyilván nem kell gólt kapni, az nyilván kéne védekezni, és ebben most ugye csúszik az egész Liverpooli gépezet, hiszen azért 3-at kaptak a Brightontól, 3-at kaptak most az Arsenaltól, ugye 4-et a Nápolytól, tehát hogy rengeteg a kapott gól, ilyenkor persze, hogy előtérbe kerül az egyéni védekezés felelőssége is, és azért tényleg Trentet most idén nagyon sokszor megforgatták olyan szituációkban, amik eddig fel sem tűntek, hiszen javarészt arról beszélgettünk, hogy Van Dijk, mondjuk a Van Dijk Matip, vagy a Van Dijk Gomez, vagy a teljesen mindegy, melyik páros lehozta hátul nullára a meccseket Ellisonnal, meg annyira domináns volt a pressingje a Liverpoolnak, hogy nagyon elsőjtott odáig a labda. És ebben az előrefelé védekezésben pedig nagyon jó Alexander Arnold, amiben ő ugye egy kicsit gyengébb, ez a saját kapu előtti védekezésben. De... Igen, de itt helyezkedési hibáról beszélünk ebben az esetben, ha hibáról beszélünk. Ugye azért azt mindig látni kell, hogy ott van egyetlen egy ezred másodpercet döntést hozni. Egyetlen egy ezred másodpercet, és azért brutális számomra a Premier League, hogyha ha megnézed azokat a fajta befejezéseket, támadás befejezéseket, hogy teljes sprintből 3 centire a kapufától lövik a csatárok ezeket az ittszereket, és ugye a világ legjobb kapusai állnak szemben, tehát ők is erre fel vannak készítve, az egy olyan magas szint a Premier League-ben, hogy ennyi, egy ezred másodpercig gondolkodási hiba, mondjuk, az végzetes. Tehát azért, hogyha ugyanezt lefordítod mondjuk más nyelvezetre, akkor minél alacsonyabb osztályú csapatnál játszol, az egyetlen egy különbség az az, hogy ezeket az helyzeteket milyen százalékkal értékesítik. Például csináltam egy ilyen apró kis elemzést még annak idején, amikor a Guardiolás féle Barcelona volt, és nézni a mérkőzéseket, hogy alapjában véve mondjuk az ellenfél
és megteremtette ugyanazokat a kulcspassz lehetőségeket, mint ami mondjuk a Barcelonának megvolt, csak ezért egész egyszerűen ők nem vették észre ezeket a szituációkat. Nem abban az ezred másodpercben indították el a paszt, amikor volt lehetőséget zicser paszt adni. Ellenben ugye a Xavi, Iniesta, Busquets, Messi négyes, az mindig abban az ezred másodpercben, és pont oda tette a labdát. És lehet, hogy egy Celta Vigo, egy Real Sociedad játékos is megtudja ugyanezt, csak egy ezred másodperccel később veszi észre a szituációt, és akkor már nem áll fönn ez az ezred. És ennyi múlik, hogy valaki 12 millió eurót keres évente, valaki 6 milliót, valaki meg jóval kevesebbet, vagy csak negyed osztályban futballozik. Ez az apró észrevétel ott abban az ezred másodpercben dönti el, hogy jó játékos vagy, vagy nem. És ugye a trendre visszatérve ugyanez a helyzet, hogy most a védekezésben már nem egy ilyet láttunk, hogy ott abban az egy ezred másodpercben nem azt a döntést hozza meg, amit kéne. Ezen biztos, hogy egyébként fejlesztenie kell, tehát 100%. Ugye azért is volt érdekes Trent Alexander-Arnold helyzete, mert éppen azon a Martinellin kellett a legtöbbet védekezni, és itt az első gólnál is ő kapta a labdát, aki viszont egészen elképesztő formában futballozott, és látható, hogy Gabriel Jesus érkezésével mennyivel otthonosabban érzi magát ezzel az állandó helycserékkel, sokkal inkább kidomborodnak azok az erényei, amik talán az előző szezonokban még nem tudtak annyira, bár Klopp éppen a meccs előtt nyilatkozta róla, hogy ő éppen ezt várta Martinellitől, hogy ezen a pontján a pályafutásának itt fog tartani. Igaza lett. Egyébként nagyon érdekes, és tényleg megint ilyen csapatdinamika, hogy én Jesuson is azt érzem, hogy sokkal otthonosabban mozog az Arsenalban, és sokkal jobban érzi magát. De bocs, Szabi, miért? Tehát, hogy ez nem arról szól egyébként itt ebben a helyzetben, hogy van egy iszonyatosan jó játékos, ez most már azért, ha eddig a Citynél valaki nem is így gondolta, akkor ez most már egyértelműen kijelenthető. És iszonyatosan jó játékosként kettő dologgal kell folyamatosan szembesülnöd. Ha folyamatosan a legjobb adat hozod és nagyon jól játszol, akkor is egyszer csak ki fogsz kerülni a kezdőcsapatból, mert Guardiola úgy gondolja, hogy most neked nem kell játszanod. Ha kettő meccsen rosszul játszol, akkor az is benne van, hogy te egy hónapig nem leszel kezdő többet. Tehát, hogy olyan elképesztően magasak az elvárások a Citynél, ami itt az Arsenalnál megvan, hogy lehet, lesz 6 rossz meccse majd ebben a szezonban Gabriel Jesusnak, de ő fog maradni a kezdőcenter. Abszolút, és ugye beszéltünk már egy említés szintjén erről, hogy mi a siker, meg mi nem a siker, és nagyon sokszor azt érzem egyébként embereken, hogy félreértelmeznek bizonyos szituációkat, és például ez a Jesus szituáció, az tökéletes példája annak, amit szeretnék mondani, hogy én azt gondolom, hogy Gabriel Jesus attól nem veszít az értékéből labdarúgóként, ha mondjuk a Citynél ráhelyeződő nyomás nem bírja. Tehát ettől nem lesz rosszabb labdarúgó. Azt a szintű nyomást, amit egy Liverpoolnál, egy Citynél el kell tudnod viselni, akár abból adódóan, hogy nagyon erős a keret, és bármikor a helyedre bárkit becserélhetnek, akár abból adódóan, hogy folyamatosan a véredet szívják az újságírók, mert ha volt két rossz passzod, akkor azért, ha jól állt a hajad, akkor azért. Tehát, hogy soha semmi nem elég. Ellentétben az Arsenalnál, ugye most már azért az elmúlt, sőt, ha az Arsenal történelmét nézzük, sem feltétlenül arról szól az egész, hogy minden évben bajnokságot kell nyerni, top 4. Ugye Wenger óta ez mindig az elvárás, top 4, ebből voltak nagyon szépen kifutott eredmények. Valószínűleg az ő személyisége sokkal jobban kivirágzik akkor, ha egy picit lehet engedni a szelepem. Ha egy picit az lehetek önmagam jobban, és nem feltétlenül olyannak kell lennem, mint amilyennek elvárnak. Ez nem tudom, így érthető, amit így akarok magyarázni. Abszolút. Hogy én ezt érzem, azt érzem, és ez esetében is, hogy önmaga lehet Isten igazából, és tökéletes játszópajtásokat talált ehhez. És ezáltal növekszik a teljesítménye. Ugye nagyon érdekes dolog ez, hogy hány olyan ember van, aki olyan közegben tud magas szinten teljesíteni, ahol nem igazán boldog. És beszéljünk az élet bármely területéről. Hogyha boldogan tudod végezni a munkádat, szerintem az sokkal jobbat hoz ki belőled, mint hogyha a stressz, ha indokolatlan stressz, indokolatlan nyomás, vagy túlzott elvárások alatt élsz, akkor az nem fog tudni belőled kihozni olyan szintű teljesítményt, mint amikor őszintén igazán boldog tudsz lenni. És Jesus esetében most tökéletesen ezt érzem, és szerintem ez az energia borzasztó jól ragad át Martinellire is, sőt, Ødegaardra is, sőt, Sakára is, mert a tavalyi kicsit tényleg ez az Amazon Prime-os dolog, ez arra nagyon jó, hogy egy kicsit ilyen loser FC-nek érezd az Arsenalt. Hogy azt érzed, hogy ugye az utolsó fordulókban meg kellett volna nyerni a 3-ból egy meccset, és BL van.
Na és nem bírják megnyerni, és pont a 90-ben kikaptak a City-től a 94-ben, úgyhogy egyébként emberelőnyben játszanak, vagy ember által, és nem emlékszem, pontosan nem is az a lényeg. De hogy mindig összejött valami olyan, amitől folyamatosan az az érzés, hogy ez tényleg lúzerek, ezek tök jól futballoznak, bomba jó csapat, jó a szakmai munka, de valami mint Banáhéjon mindig elcsúsztak. És idén ez fordult át. Idén meg pont azt érzed, hogy ők kapnak egy ilyen 11-est, mint a Liverpool ellen, ami most vagy az volt, vagy nem, teljesen mindegy, megkapták a 11-est, Saka berúgta, nem védte ki a kapus, nem történt, nem tudom micsoda, gólt szereztek belőle, hiába lőtt vissza a Liverpool kétszer a meccsben, nem zuhant össze az Arsenal, és meg tudták nyerni ezt a mérkőzést. Ami már abszolút egy új fázisa ennek az Arsenalnak, és gyönyörű ez az organikus fejlődés, tényleg Jesusszal, Artétával, a tulajdonosi háttérre, hogy kitartottak Artéta mellett, akkor is, amikor már tényleg mindenki arról beszélt, hogy menjen az Artéta. Egyébként nem mindig tudom, hogy amikor a szurkolók így mondják, hogy menjen az edző, akkor mégis mit várnak, hogy akkor jön helyettük egy varázsló, aki majd mindent a helyére tesz. Tehát, hogy ez így nem így működik. És tényleg nagyon jó látni, hogy ebből az utolsó Banáhéjon mindig elcsúszó Arzenából egy kihívó lett, mert szerintem a Premier League-nek elképesztően jót tesz az, hogy van egy erős Arsenal, elképesztően jót tesz az, hogyha van egy erős Chelsea, City, Liverpool, Manchester United, stb. Szerintem nincs még egy ilyen bajnokság, ahol tényleg top 6-ról beszélhetünk évről évre, és az Arsenal visszatért ebbe a top 6-ba. Ami lassan top 7 lesz a Newcastle-vel, úgyhogy. Igen. Top 7 lesz a Newcastle-vel, illetve ha Potter nem hagyta volna ott a Brighton-t, azért nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy a Brighton hogy szerepel idén. Igen, úgyhogy jó úton jár az Arsenal, nagyon, nagyon úgy néz ki. És amit mondtál, elképesztő mentális erőfölényben vannak most a Liverpoolhoz képest, mert ez volt igazán döbbenetes különbség, meg az ezred másodperceket is mondtad, és pont az jutott közbe eszembe, hogy azok az ezred másodpercek valahova eltűntek a Liverpoolnál, valahova eltűntek Thiagónál, valahova eltűntek Hendersonnál, Van Dijknál, Salahnál, és főleg Salah az izgalmas szerintem. Tehát, hogy a világ egyik legjobb játékosából a legjobban fizetett játékosa is lett egyszerre, de minthogyha ez a legjobban fizetettség, ez hirtelen visszavett volna a tudásából, és ez a tegnapi meccs különösen jó lenyomata volt ennek, elszigetelve gyakorlatilag az oldalvonal mellett, alig-alig kapott labdát, amikor labdát kapott, akkor abból nem tudott igazán mit csinálni, talán egyszer tudott áttörni Tomiyasun. Tehát az is fontos, hogy Tomiyasut állította rá Arteta ezen a meccsen, teljesen el volt veszve. Igen, még mielőtt válaszolnál, Szabi, egy dolog, ami tökéletesen alátámasztja azt, amit Doma mond, csak kiegészítésként, hogy azzal, hogy a tegnapi meccsen hogyan teljesített a Liverpool letámadása, azzal a támadó harmadban szerzett labdák meccsenkénti átlaga, az visszament 5-re, míg az előző szezonban ez 8 volt. Ez elképesztő különbség. Tehát szerintem az, hogy te 90 percenként szerzel 8 labdát az ellenfél kapuja előtt lényegében, és az visszamegy 5-re, az nagyon jól mutatja, hogy milyen problémák vannak az előző évi játékhoz képest. Ez teljesen egyértelmű, ez vitán felül áll. Ugye nagyon érdekes volt a tegnapi mérkőzésen látni, hogy mennyire direktbe játszott a Liverpool, hogy az egész taktika arra épült, hogy gyakorlatilag első szándékból a magas védelmi vonal mögé bejátszani a labdákat. Ugye ebből is rúgta Núñez a gólt. Egyébként egy ilyen ugye védelem mögé belőtt labda, Zsota beadása, és abból jött a gól. Tehát, hogy az egész erre épült, ugye utána átálltak 4-4-2-ben védekeztek középső harmadban. Tehát sok ilyen érdekesség volt, ami nem volt jellemző a Liverpoolra eddig, de én azt gondolom, hogy amikor ennyi éven keresztül tolod ilyen izomból a gázt, egész egyszerűen, és amikor az a játékod alapja, hogy az intenzitásra építesz, az intenzitás egy idő után nem fenntartható, én azt gondolom. Tehát, hogyha megnézzük, hogy azok a csapatok, például a Real Madrid a legjobb példa, hogy gyakorlatilag a szezon ezen részében kocognak. Tehát, hogy tényleg megnyerem 1-0 a meccset, mint hogy most hétvégén is megnyerem 1-0 a meccset, tök félgőzzel. A Liverpool identitása ugye az intenzitás. És ennek ez pedig, ha csökken, akkor ugye visszaesik a csapatodnak a teljesítőképessége is, hiszen a legfőbb identitásod sérül. Viszont pont ezt az identitást a létező legnehezebb fenntartani. És itt van szerepe az ezred másodperceknek, hogy ezred másodperc, hogy lecsúszok a pressingről, ha már kibújt az Arsenal a pressingből, akkor van olyan jó csapat, hogy lejátszák ugye a játékot, lásd ugye a Saka gólja a kontránál, tehát hogy apró ilyen tényezőkből tevődik össze
a Liverpoolnak az idei szezonbeli ilyen hanyatlás, ez az nagyon csúnya szó, hogy hanyatlás, gyengébb teljesítménye, viszont számomra a legérdekesebb és a legnagyobb kihívást az rejti, hogy talán a legnagyobb koponyákat rejti a Premier League, és hogy ezt hogy fogja megoldani a Liverpool. Tehát szakmailag ez a legérdekesebb, hogy oké, jön egy ilyen, rendben, az Arsenal rálépett a gázra, valami újat húztak a kalapból, baromi jók, a City baromi jó, a Chelsea valószínűleg szintén nagyon jó lesz, a Newcastle jön föl ránk, oké, valamit ki kell találni, mi lehet az, amit ki tudunk találni. És ugye zseniális emberek dolgoznak a Liverpoolnál, itt az edzői stábban is, akikben én biztos vagyok, hogy meg fogják találni az ellenszerét, és ez engem nagyon-nagyon-nagyon izgalomban tart, hogy mi lesz a reakciója a Liverpoolnak erre a dologra, hogy ha már az intenzitást nem tudom ilyen magasan tartani, hogyan transformálom át a meglévő keretem egy győztes keretté. És egyébként ezért mondtam, hogy a Liverpoolnak fog talán a legjobban jönni a világbajnokság, mert megtöri ezt a monotóniát a játékosoknál, ami a Liverpool jellemzi, és ugye elég hosszú időre elmennek a nemzeti csapatokhoz, és akkor ott egy másfajta futball, másfajta torna, stb. Stb. És én azt gondolom, hogy ez tavaszra föl fogja tölteni őket annyira, ezeket a játékosokat annyira, hogy egy sokkal nagyobb dinamikájú Liverpool fogunk látni tavasszal majd. Fú, de izgalmas lesz. Edzőváltásról itt azért még talán nagyon korai beszélni. A Sevillánál viszont egészen más volt a helyzet, és ez itt az utolsó témánk, de egészen különleges. Ettől teljesen elvonatkoztatható az, hogy mi történt Sevillában. Megint csak edzőkérdés, ugye ebben az adásban tényleg az edzőké a főszerep. Gyenge volt a Sevilla. Nagyon sokáig érett az, hogy valami történjen, valami változás legyen. Először fújolták Lopetegit, integették neki a fehér zsebkendőt, ahogy Spanyolországban szokás, majd arra a szintre sikerült eljutni, hogy egyértelmű lett a kirúgása a Dortmund elleni 4-1-es vereségre, tehát a meccs után ő is elköszönt a szurkolóktól, és a szurkolók is éltették, mert ilyen nyugvó pontra jutott az egész, hogy oké, mindenki elfogadja, hogy ennek itt vége, és akkor jönnie kell egy új korszaknak. Tapasztaltál már valaha ilyet, hogy eddig eljusson a dolog? Emberi kapcsolatokban is vannak ilyenek, nem? Ilyen hullámzó befejezések. Egyébként én azt gondolom, hogy ez egy szimpatikus része a dolognak. Nyilván én azt gondolom, hogy Sevilla szurkolóként borzasztó frusztrált tudsz lenni, hogyha azt látod, hogy egy tavalyi viszonylag jó szezon után ott vagyunk a Bajnokok Ligájában, gyerünk, csináljuk, és egy ilyen kiábrándító kezdés történik. Egyébként én azt gondolom, hogy ez már eldőlt az átigazolási időszakban a Sevilla részéről, hogy ez nem biztos, hogy most ez az az út, amin ők járni szeretnének. Ugye Monchi az világhírű az átigazolási politikájáról sportigazgatóként, ami a Sevillában most már hosszú-hosszú évek óta ugye véghez visz, az tényleg legendás. Nagyon-nagyon sok a kérdője, hogy miért így döntöttek például Ocampos esetében, stb. Azért ennyire nem gyenge ez a keret. Igazából én azt gondolom, hogy egy edzőváltásnak akkor van relevanciája, hogyha tényleg a vezetőség úgy érzi, hogy a kapcsolatot kimaxolták. Tehát, hogyha ebben nincs több. Hogyha azt látják, hogy egy jó folyamat zajlik, csak éppen most a labda kifele pattan, akkor nem szabad belenyúlni csak azért, mert most a szurkolók lengetik a fehér zsebkendőt. Hát nyilván a szurkolók nem látnak a színfalak mögé, ezért kell nagyon erős és jó vezetőnek lenni, aki azt tudja mondani, hogy már pedig gyerekek, nyugalom van, mert én látom a folyamatokat, én pontosan tudom, hogy mi miért történik, és ez jó irányba megy. Attól függetlenül, hogy most épp nem nyertünk a hétvégén. De vélhetőleg, ha Lopetegi is lemond saját magától, akkor ő is azt érezte, hogy ebben nem biztos, hogy van több ebben a sztoriban, ezért is történt meg ez a váltás. Én egy picit féltem idén a Sevillát, megmondom őszintén, hogy most új edzővel is, most egész pontosan honnan, hova fognak eljutni. De az tény egyébként, hogy Lopetegi azért nem a legkönnyebb ember a szakmában. Tehát, hogy azért láttunk már puhábbal itt, meg szofisztikáltabb személyiséget, azért ő nem a legkönnyebb, tehát úgyhogy helyette egy könnyű személyiséget Sampaolit sikerült megszerezni. Abszolút, igen, igen. Na erre ezért is leszek nagyon kíváncsi egyébként, hogy mond csinál ez a váltás, hogy nagyon hasonló súlyú személyiséget hoz a klubhoz, az vajon azt éri el a keretnél, amit ő akar, de hát erre úgyis választ kapunk most már valósan.
Csak egy utolsó dolog itt a kettőjük közötti különbségről. Lopetegivel nagyon unalmas volt a játék, általában ezt hozták fel a Sevilla szurkolók, ugye ez a labdával védekezünk dolog, és az 1-0 is jó lesz. Annyi különbség volt, Sampaoli korábban már volt a Sevilla edzője, nagyon hasonló eredményeket értek el a La Ligában, tehát ilyen 70 pont körüli, csak Lopeteginél mondjuk 50-40 volt a gól különbség, Sampaolinak meg 70-60. Tehát egy látványban biztos, hogy jobbat kapunk majd. Milyen hatással lehet egy csapatra, amikor így hirtelen sokkal intenzívebbé válik a játék? Hát ez jó kérdés egyébként, attól függ, hogy felszabadítod-e a játékosokat, vagy nem. Tehát itt nagyon ezen múlik, hogy van-e olyan kereted, akire, hogyha ráengedsz egy ilyen vad stílusú edzőt, arra jól reagál a keret, és azt mondja, hogy végre mehetünk előre, mint az állat, mert ezek vagyunk, mi és gyerünk, vagy pedig, ha olyan típusúakból áll a keret, akik tényleg szeretik azt, ami történt, és nálunk van, és nyugi, és nem rohanunk sehova, akkor nem biztos, hogy meg lesz a közös hang az edző meg a játékosok között. De erre mondom, nagyon hamar választ fogunk kapni, mert egy ilyen váltásnak ugye mindig az új impulzus adása az elsődleges szempont. Igen, de bocsánat, ez itt befejezed, ez nagyon fontos szerintem leszögezni, amit te is mondtál, hogy a játékos belülről, és szerintem ezt abszolút alá tudott támasztani, nem mindig azt szereti csinálni, és azt szeretni játszani, ami a néző számára látványos. Tehát nem biztos, hogy mindig abban érzi magát komfortosan. Ez nagyon fontos. Abszolút. Abszolút. Ez maximálisan így van. Ez maximálisan így van, hiszen belülről egy játék, és sokszor a játékos nem is biztos, hogy egyetért azzal, amit az edző kér tőle, és ott kell az edzőnek bizonyítania azt, hogy amit én mondok, hidd el, attól sikeresek leszünk. És akkor ugye a játékos is látja, hogy nem is hülyeség, oké, tényleg van a ráció abban, amit az edző mond. Ez valóban így van, hogy nyilván most a szurkolók, az Atletico Madrid szurkolókon kívül ki az úristen szereti azt nézni, hogy 0-0 egy meccs. Tehát senki, meg hogy áll hátul a csapatom. Tehát, hogy senki más a világban. Tehát mindenki azt szereti, hogy megyünk előre, gól van, legyen egy meccs 5-4, 6-3, ugye Bognár Gyuri a legnagyobb képviselője ennek Magyarországon, ennek a fajta felfogásnak, akit én személy szerint is nagyon szeretek, meg ezt az elméletet is nagyon szeretem, hiszen ettől futball a futball, tehát lehet állni hátul, csak minek. És hogyha ha mondjuk a játékosok viszont úgy érzik, hogy ebben a rohanásban például gyengébbek, mint az ellenfél, és beleforszírozod őket egy ilyen adok-kapokba, de abban jobb az ellenfél, mert dinamikusabb, gyorsabb, erősebb, többet tudott, stb., akkor ugye vágóhídra viszed a csapatodat. Tehát éppen ezt kell jól felmérni, hogy mire alkalmas a kereted, miben érzi komfortosan magát, miben tud győzni. És ebben leszek kíváncsi a Sampaoli féle váltásban, hogy ez a keret vajon olyan-e, amit ő tud-e úgy gyúrni, hogy az ő játékstílusa kijöjjön. Egyébként edzőként meg akkor vagy jó, hogyha a rendelkezésed álló játékos keretből kihozod a legtöbbet, és ugye a taktika az csak egy eszköze ennek, tehát hogy ha most éppen valamiért még kicsit óvatosabban hátul kell állni a következő átkozási szezonig, akkor azt kell csinálni, aztán majd utána lesz valami, de kíváncsi leszek, tényleg nagyon érdekes dolog ez. Nagyon rövidesen ki fog derülni, mert hogy a Dortmunddal visszavágót játszik ugye a BL-ben a Sevilla, de hát vannak még itt jó mérkőzések, kiváló párosítások. Szabi, nagyon köszönjük a beszélgetést, és nagyon köszönjük ezt a rengeteg értékes gondolatot. Most tényleg végig szaladtunk Európán gyakorlatilag északról délre, szóval találkozzunk legközelebb is, sok sikert a közeli jövőben neked. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, sziasztok! Köszönjük!